Sziasztok, Joanny vagyok, üdvözöllek a csatornámon, és a mai videóban az Echo Lifestyle-t fogom folytatni. Valószínűleg amúgy arra számítsatok, hogy a mai nap lesz, tehát minden héten ezen a napon lesz majd új rész, így próbálom meg beütemezni a dolgot, úgyhogy minden sorozatból, ami most fut a csatornán, heti egyet tudok csak elkészíteni sajnos. Ha valamelyik kiesik, akkor lehet, hogy lehet több is, de... Sajnos most csak heti egyet tudok mindegyikből elkészíteni, és ebből is ezen a nap egy héten egyszer lesz új rész, és az összes többiből is egy héten egyszer új részek lesznek, kivéve amikor nem érek rá elkészíteni, de hát próbálom, próbálom őket elkészíteni Ezt itt kidobom. Bár lehet, hogy azt be tudtuk volna tenni abba a daráló bígyóba, de azt hiszem, hogy van elég alkatrészünk most, úgyhogy nem vészes. Ő itt éppen csinálgatja a kis gyertyáit, és hát próbál összegyűjteni pénzt ugye itt a lakására. Szerintem az előző részben legalább háromszor is rosszul mondtam, és össze-vissza mondtam a nevét. Krisztinek hívják, és Krisztinek becézem. Hát megpróbálom most megjegyezni Kriszti a neve, és nem valami teljesen mást mondani rá, úgyhogy igyekszem, tényleg. De még nagyon új ez a végigjátszás, úgyhogy tudjuk be annak. Mert rosszul mondom a nevét. És felhívtátok rá a figyelmemet, hogy a kukákban lehet értékes dolgokat is kihorgászni. Úgyhogy mivel neki nagyon más dolga most nincsen... Éh, és... hát nem tudom, itt van bármi teendőnk? Ja, hogy itt el lehet ilyeneket fogadni! Oké, azt nem tudtam, de ő jelenleg csak gyártyákat tud csinálni. És ezt miért nem tudja elfogadni? Jó, level 10-es szint kell hozzá. Tehát ő most csak ezt tudja elfogadni, hogy egy szőnyeget készítsen. És kétszázat fizetnek érte. Jó, akkor legyen az. De honnan tudom, hogy ki a... a vásárló. Itt látom valahol. Hát remélem, hogy nem a, a szülők. Honnan tudom, hogy ki veszi meg? Ó. Oh. Hát kell hozzá egy számítógép, ami nekünk nincsen jelenleg. Nincsen számítógépünk. Vennünk kell egy számítógépet neki. Most hova tetted ezt a Ha, jó. Na gyere, csináld meg akkor azt a szőnyeget. Remélem, hogy csak ezt kell hozzá. És remélem, hogy sikerül elkészíteni. Egy olyan tanácsot is kaptam tőletek, hogy érdemes amúgy a az egyszerűbb dolgokat készíteni, mert akkor nem bokrosodik meg olyan gyorsan ez a kis komputereske. Ez a nyomtató, úgyhogy reméljük, hogy így van. Jó, az meg is van. És hogyan kell elküldeni? Tehát, hogyha a Household inventory van, akkor az nem jó, tehát ki kell vennem valahogy ide? És akkor mit kell vele csinálni? Hát nem így. <laughs> Várjunk, még egyszer elolvasom, hogy mit kell vele csinálni. Keressük meg, mivel a sima inventoriába oda nem tudom ezt szerintem betenni, vagy be tudom? Nem, nem tudom betenni a sima inventoriába, tehát akkor én a Household Inventory-ból, mivel nem tudom úgy kiválasztani, ezért kell egy számítógép mindenképpen. Pont azt szeretné egy számítógépet? Nem, vápirok után akar keresni a számítógépen. Na jó, hát akkor kicsit fejlesztük itt a teret. Picit. De csak picit, tényleg. Annyit fog csinálni, hogy ebből a fajtából. Nincs ebből a fajtából, de van. Ez ugye ugyanaz. Csak itt átszíneztem valószínűleg. Igen. Ez lesz az. Ebből a fajtából teszünk le egy ilyet. És teszünk. Tehát egy ilyen reggelizőt, ugye ez az amerikaiaknál ez a reggeliző asztal. Teszünk le egy ilyen bárszéket hozzá mondjuk egy színben ilyen passzolós, hát ez aztán annyira passzol színben, hogy semennyire. Hát ez se. Na jó, feladom. Próbáljuk meg egy másik színnel. Talán. Na és akkor veszünk hozzá egy számítógépet. Mondjuk <háháhá> ezt. Mert nagyon másikat nem tudunk venni, mert nincs pénzünk. Ó, nincs semmi, amit el tudnánk adni. Nézzük meg. A gyertyáinkat el tudjuk. Ja igen, és hát elég vegyesen írtátok, hogy akkor most vegyünk a -e boltot a lányoknak, vagy mi legyen. Úgyhogy még gondolkozom rajta. Beszélgessünk vele először. Azzal beszélgetünk, aki ugye a szőnyeget kérte. És aztán el is küldjük neki. El is küldte? Meg is volt. 240 szimonont kerestünk vele. Picit pihenjen akkor. Neki mikor kell menni munkába? Mindenne kész van a munkához, csak picit össze kéne szednie magát. De gyere már ki onnan! Nem is zavar! Nem is zavarja! Hát kész! Mondtátok, hogy házasítsam össze valakivel csak azért, hogy megkapja azt az örökséges pénzt, hát Most csak azért nem fogom. Tehát <laughs> azért ne. Szerintem nem lenne értelme, csak azért a pénzért. Nem olyannak ismertük meg Zóit, hogy ő csak a pénzért valakihez hozzá menne. Úgyhogy ezért nem szeretném. Mikor kell menni? 4 óra múlva, és igazából az egyetlen problémája az, hogy éhes. Jó, menjünk el? Menjünk el Krisztivel, és nézzük meg azt a kukát. Próbáljuk ki, amit mondtatok. Ez volt az, mert nem is emlékszem, hogy hova kellett menni, de remélem, hogy ez volt az. Úgy rémlik, hogy igen. Többen is írtátok, hogy ezt tegyem be a Household inventory -ba. A Household inventory az csak otthon lehet használni, úgyhogy azt nem tudjuk betenni. Ezt mondtátok, hogy próbáljuk. Hát nem elveszi tőlünk a kukát? Most komolyan? Mindig akkor megnézzük ezeket. Menj már onnan. Na lássuk. Hát, ha tényleg valami értékes dolgot talál. Talált egy kis pénzt. Oh, talált egy ágyat! Tényleg jó dolgokat találunk így? Yes! Jó, utazzunk át máshova, ahol van kuka, mert itt már túl sokan vannak. Jól emlékszem, hogy itt is volt, vagy nem? Itt, itt biztos, hogy volt. Na nézzük. Ó, de itt nincs benne semmi. Hát ennek nem örülök. Na jó, akkor menjünk haza és nézzük meg, hogy mit találtunk. Zoe viszont elment dolgozni. Úgyhogy én most nincs itthon. Há, sőtöm befoglalnál az ágyat. Az hát végre nincs itthon, és el tudom foglalni az ágyat. De hát nem így van ez, mert... Hát előbb le kéne zuhanyoznia. Aztán használni a kéne a WC-t, és majd utána alhat egy picit persze. Addig pedig én megnézem, hogy mit sikerült horgászni a kukából. Egy ágyat, és egy kanapét is. Wow! Na, lehet, hogy lesz saját ágy. <laughs> de ez ilyen csúnya. <laughs> Valamit lehet ezekkel kezdeni, hogy normálisabban nézzenek ki. De mi az, hogy kicserélni? Csak kicserélni lehet őket? Hát de... 590 ér. Hát mennyire lehet megvenni egy ilyen ágyat? Hát mi értelme van akkor? 590. Akkor mi értelme van? Hát nem tudok vele semmit se csinálni? Hát hogy tudom akkor rendbe hozni? Na jó, akkor egyelőre ezt elrakjuk a household inventory de nem tudom őket rendbe hozni. Ha ti tudjátok, hogy hogyan lehet őket rendbe hozni, akkor írjátok meg. Én még egyelőre nem tudom, de majd akkor megpróbálok azért eljönni. Krisztinek nagyon jó jött, hogy Zoi nem volt itthon. Most végre ki tudta magát aludni itt kényelmesen az ágyba. Nincs több kaja. Valamit kéne főznie. Kivesz magának inkább egy kis chipset, nincs kedve főzni. Zoit előléptették. Kapott... Uh... Egy tabletet, meg pénzt. Mi? És micsoda rucija van? Hát nagyon menő ez a, a sárga a sisek, van. <laughs> Örülök, hogy sikerült előrébb lépni. Kettes handiness skill kellett. Jó, hogy a handiness skill kell hogy mi fel tudjuk újítani azokat az ágyikókat. Hmm, nem tudom. Sajnos itt semmit nem tudunk upgrade-elni egyelőre. Hú, mennyi mindent látnám úgy. A logikából is kell a leválkáltás. Hát, akkor lehet, hogy az lesz, hogy veszünk. Valóban tettem könyves polcot. Ez nem számít könyves polcnak? Nem már. Nem már, hogy ez nem számít. Hát ott vannak a könyvek. Kénytelen vagyok a konyhában elhasználni egy pici pultot arra, hogy vegyünk könyvet. És kell neki egyszer a logika, meg a handiness. Mind a kettőből a labákát tőig. Kezdjen a... Most hova tette? Kezdjen mondjuk ezzel, mondjuk mit lehet csinálni? Hogyha ilyet csinál, az mi? De ez olyat csinálni kell a munka miatt. Nem, amúgy interjúkat kéne tartania. De ezt fejleszt valami szkilt? A logikát. oh, akkor lehet, hogy logikát. könyvet nem kellett volna megvenni, mert tud ilyen dolgokat csinálni ezen a tableten, amit kapott. Mit csinálsz amúgy? Rajzolgat. Aha. Hát most ettől ideges lett. De nem is, hát nem próbáltunk senkihez sem hozzá menni. Most azért ideges, mert hogy pénzért kéne házasodnia. Hát de nem próbáltunk meg. Én nem, nem szerettem volna, hogy ezt megpróbálja egyáltalán. Tudod, inkább ahelyett, hogy keresgélsz könyveket, inkább a handinesses könyvet keressük meg. Hol van? Logika. Logika. Ah, megvan. Megvan. És ezt kell elolvasni, jó? Az idegeskedés helyett kicsit, hát van elég problémája a tegénynek. Van mindenféle problémája. Ki erre szeretne átjönni? Persze, gyere nyugodtan. Tudom, hogy nem szeretsz otthon lenni. Nyugodtan gyere át. Krisztin ráér. Krisztin amúgy is jól van. Egy picit beszélget a kedvenc hugikájával. Elmondja neki, hogy hát talál dolgokat a kukában, de hát sajnos nem tudja, hogy hogyan lehet őket rendbe hozni, de hát ha a megoldás a handiness skill lesz, és most Zoli feszik egy kicsit a handinessre, bár nem sokat tud bele kezdeni, sajnos. Interjút tudnál neki adni esetleg? Lássuk csak, lássuk csak, van -e ilyen interjú lehetőség? Interjú. Most tegény, nagyon szomorú. Ennyire rossz otthon lenni Kriszti nélkül. Na hát, ha az interjú felvidít. Ők amúgy milyen viszonyban vannak? Ők nagyon jó viszonyban vannak egymással. Nagyon érdekes ez a munka, amúgy. <laughs> Ilyen interjúkat kell adni, meg stb. Ja, tényleg amúgy eddig nem úgy volt, hogy elküldtem a munkába, hanem itthon csináltuk a munkáját. Mindegy. Vele nem tudunk interjút készíteni? Nem. <laughs> ja, de kész is van! Egy elég volt hozzá. Azt hittem, amúgy, hogy több kell majd, hogy teljesüljön. 11 óra múlva kell mennie. Lehet, hogy most is elküldöm. Nem tudom még, gondolkozom rajta. Menjen el most inkább fürdeni, mert elég sok problémája van. Mert még jó lenne, hogyha vele meg elmennénk újra keresgélni dolgokat a kukából, de hát nem tudom, hogy hogyan lehet őket helyrehozni, tehát hogy hiába találjuk meg. Vagy, vagy vegyük el most hogy ő, vegye el a Handiness könyvet, és akkor egy kicsit Hol van a. Ez micsoda? Itt valamit kitalált már. Ez egy. Ez valaminek a tervrajza, amit elkészített itt a tabletben. Érdekes. Ó, szegényke. Kier, nagyon-nagyon szomorú. Na, próbáljuk meg... megkeresni azt a handy könyvet, mert nem találom, hogy hova tette. Lehet, hogy visszarakta ide. Igen. Ez az egyes. Nem, rögtön kettest vettem ki. Nem tudom, hogy a henti vagy mely skill kell, hát ahhoz, hogy rendbe tudja hozni azokat a, a, kidobott, kukába kidobott dolgokat. Ó, itt van a nagyja, Zoina. De már el is megy. Ó, lehet, hogy egy kicsit beszélgethetett volna Sherry nagyival, de az a baj, hogy inkább zuhanyoznia kell, éhes is, álmos is, úgyhogy igazából minden baja van. És te hol mész? Most köszön neki. Hát már elment. De jó, köszönj neki azért. Ne, beteg. Most meg valamitől beteg lett szegény. Reméltem, hogy elrakja azt a könyvet, is nem hagyott. Egy Picit horgászom, csak azért, hogy szerezzen egy kis pénzt. Aztán mindjárt veszünk neki itt a számítógépen egy kis orvosságot utána pedig akkor egy picit lehet, hogy pihenhet. Mert a nem jó, hogyha betegen mindenféle csinál, jobb, hogyha ilyenkor pihen. Tudjon hatni a gyógyszer. Itéges lehet attól, hogy nincs, nem talált mostanság semmit, amit újra hasznosíthatna. Hát akkor menjünk el. Annyira ideges, hogy a betegségről meg is feledkezett útközben. Eléggé sötét van itt, de most már jobb a kedve, hogy itt vagyunk. Próbáljon akkor most keresni valamit, hát ha nem zavarja meg őt senki. Hát nem hiszem el, hogy valakinek pont most kellett odamászni, de eljött szerencsére. Pénzt talált megint csak, így elsőre. Megint csak pénzt talált, ha jól láttam. Talált valamit, de kérdéses, hogy milyen, amit talált, milyen ö, állapotban van. Um, talált valami ilyen kis csövet. Próbáljunk meg ilyeneket is keresni. Na jó, újra hasznosítunk néhány dolgot, amire nincsen szükségünk. Például ez. A halakat egyelőre megtartjuk. Hát nem tudom, hogy ezzel az ágyjal egyáltalán lehet -e kezdeni valamit. Lehet, hogy ezekkel lehet, hogy nem is lehet semmit se csinálni, mert ezek ugye megéhtek. És lehet, hogy nem lehet már uh, újra vagy rendbe hozni. Menjünk haza és nézzük meg. Mit ír most az új dologra, amit találtunk? Hát szegénykinek, szegénykinek van minden baja, úgyhogy ez gyorsan megpróbáljuk elintézni. Neki mikor kell menni munkába? Négy óra múlva. Visszaadjuk neki a Handy lesz könyvet, mert teljesen jól van, úgyhogy most tud tanulni. Na és akkor lássuk, mert most megint talált valamit itt a, a kukában, egy ilyet. Hopp, hopp. Várjunk. Ez lehet, hogy ez működőképes. Ez mennyit ér, ha el akarnám adni? 150-et. És ez, ezt el tudom adni, hogy 190-ért, annak ellenére, hogy. Ja. Ha, ez amúgy nem kell neki, szerintem, vagy kell. Hát, nem tudom, tegyük vissza egyelőre. De esetleg el tudtuk adni a dolgokat, úgyhogy az nagyon jól jött. Kéne amúgy néhány virágot is ültetni. Oh. Vele. Úgy láttam, hogy valamit megpróbál főzni, de aztán elment tőle a kedve. De most beteg? Még mindig? Jó, akkor próbáljuk meg a, a gyógyszert bevenni. Mert már nem jelzi sehol, de érzésem, mint hogy mindig azt érezni, hogy beteg. Reméljük, hogy sikeres volt a megfázás elleni harc. bár azt írja a játék, hogy igen. Olyan közel vagy már a kettes szinthez, légy színe, hagyd abba. Na nézzük, hogy tud-e elfogadni valami másik munkát. Mit meg tudunk csinálni? Hát van ez a szőnyeges, ilyen üdítőket kéne amúgy gyártani, és ahhoz szerintem jó lenne, hogyha lenne valami, valami kertünk, ahol gyümölcsöket termesztünk, úgyhogy ez legyen a következő projekt, mégpedig úgy, hogy veszünk. Az nem kell. Nem kell nekem az. Veszünk ilyen növénytárolókat. Kezdjük a dolgot ezzel. Mondjuk, mennyibe kerül? Veszünk kettőt ne vigyük azért túlzásba egyelőre, mert nagyon drága, és vegyünk hozzá gyümölcsöket. Mondjuk veszünk kettő csomag kis gyümölcsöset, kinyitom, és ezekből ültessünk le ide. Egyet-egyet tudunk sajnos csak lerakni, úgyhogy akkor itt fönt legyen eper, ez mi? Ez valami bab, az nem kell. Legyen itt lent blackberry, itt uh, szőlő, vagy akkor legyen itt is eper, mert uh, így jön ki, hát nem tudom, vagy legyen, vagyunk még egyet? vegyünk um, még egyet, hát hogyha kapunk valami mást is. Hogy négy különböző legyen. De nem, nem kaptunk más különböző dolgot, úgyhogy akkor viszont legyen az, hogy legyen ez itt, és veszek még egyet szőlőnek, hogy ugyanaz legyen mind a két részén és majd így lesz akkor a szőlő. Most egyelőre csak egy szőlőnk van, de az első szedés után már tudunk abból is majd akkor ültetni még egyet, úgyhogy akkor ezek egy gyorsan ültes el. És akkor lesz egy ilyen kis növény itt. Hát nem lesz egyszerű, mert ugye nem mindig jönnek ki ezek a növénykék, hogyha olyan az időjárás. Most talán, talán működőképesek, reméljük valamelyik legalábbis. Neki meg el kéne mennie dolgozni. Most menjen, ál. menjen ál. Okay. Menj el, menjen el, oké? Menjen dolgozni, majd legközelebb lehet, hogy itthon maradunk. Hol vagy? Jaj, de nagyon álmos, akkor lehet, hogy nem kellett volna elküldenem dolgozni. Ó, oh. és mindjárt kell mennie. Pillanatokon belül. Hát talán nem figyeltem, hogy annyira álmos szegény. is megvan a level 2 a... Nincs, nincs meg. Hihetetlen. Beszélget a növényekkel. Az jó, de meg kéne őket locsolni, nem? de hogy nem. Ilyen érdekes, hogy a föntit az csak így megspricceli, a lentit az viszont rendesen megöntözi. Oké, okay, készen vannak a kis növényként, és szegényként még mindig, még mindig beteg úgy látom, úgyhogy lehet, hogy jót tenne neki, hogyha pihenne egyet itt az ágyban. Ups, őt meg elfelejtettem elküldeni munkába. A jót pihent ott a, a kanapén. Na, akkor viszont most már dolgozzon keményen. Krisz egy jó nagyot aludt, hát remélem, hogy ez segít majd abban, hogy kicsit jobban érezze magát, és a növényként már most elkezdtek nőni. Mindenképpen szeretnék akkor egy olyan pultot is, ahol tudunk csinálni nem csak ilyen gyártyákat, hanem üdítőt. Itt van az üdítő készítő masina, hát... Um... freezing. Jó, megpróbálom ezt megjegyezni, így rá tudjak keresni. Egy pici pénz hiányzik csak hozzá, úgyhogy eladunk szerintem egy halacskát, vagy itt a maradék növényeket. Bár mondjuk ebből eladhatnám ezt. Meg mondjuk, hát adjuk el ezeket a halakat, bár jó lenne őket felhasználni, de... Na no, hát, ha hát egyszer kell a pénz, akkor muszáj. Meg is találtam az üdítő készítő gépezetet. Tudunk csinálni e, -e preset, mert van nálunk kettő eper. Na gyere, Töltsük be a zepreket. Hát, ha megengedi. Ó, a szegénykém még mindig nincs jól. Oda bedobja a zepreket. Oké. Okay. És csináljunk egy üdítőt. Kíváncsi hány üdítő jön ki kettő db eperből? És ez ennyi? Ezt itt lehet hagyni? Beszélget a növényekhez. Jó, hát hát akkor gyorsabban nőnek. Kész is? Nem, még nincs. Nem csak közben Zoli hazajött a munkából. Fú, nagyon-nagyon álmos, nagyon álmos. Menjen el aludni akkor. Um, azért haladt rendesen. Ezek ugye még mindig nincsenek kész, és megint csak kéne valakivel interjút készíteni. Hát kíváncsi, hogy mikor lesz kész ez az üdítő itt, mert elég lassan készül. Meg azt megvárjuk. Közben Kriszti itt van egy főzős kézet. Ó. És négyet csinált. Ne. Hogy szegény, hadd Egyet Egyed a sajátodat. Na, készen van az üdítőnk. Nem, még nincs. De lassan készül. Elkészült az üdítő, képzeljétek el kollektálni lehet most már, hogyha evés közben ide tudsz jönni és kivenni a gépből. Na kíváncsi vagyok, hogy hogy veszik ki a gépből. Ott vannak. Ha. Ó! Oh. Hát akkor legyen Apple Juice a neve. Csak úgy magyarosan. Hát elkészült az első eper üdítőnk. El se hiszem. És hova tette? 6 darab üdítő. És ezt el lehet adni? 84 szimolán el lehet adni őket. Hát ahhoz képest, ha azt nézzük, hogy mennyire olcsók voltak az áprák, és 8 darab készült, 2 darab eperből, ahhoz képest egészen jó, egészen jó. Hát valószínűleg mi most ezt megint, nem is tudom, betettem a hűtőbe. Hát, hogy el kéne belőle adni, a többit meg akkor a hűtőbe. De jól néz ki, hogy így van. Nem lehet egyet kivenni belőle? Be lehet rakni a hűtőbe? De. A hűtőbe beengedte tenni. És akkor mennyi jó, hogyha a hűtőbe van? Hat. Ja, az csak annyi, hogy mennyi van még. Úgy látszik, hogy akkor örökké tart, hogyha hűtőzve van. Nem tudom. Tudjátok mit? Írjátok meg a következő részre, hogy adjuk el, vagy tartsuk meg az eperültítőket, és kóstoljuk meg. Úgyhogy ennek a résznek is lenne a végelem, amit nektek. Ha ilyen, akkor dobjatok egy lájkot, ha szeretitek, amit csinálok, akkor ne felejtsetek el feliratkozni, és nem közel találkozunk. Sziasztok!